ezen a mai másfél órás, két órás prezentáción, amit látjátok, egy olyan prezentációt, illetve egy olyan előkészítő órát fogtok hallani az iskolát, a Milyenki a percen hosszabb iskola, és nyárán szerdán van egy ilyen hasonló iskola, mint a Milyenki, amely Bocska István jelenlét viseli, és egy ilyen, majd fogjátok látni, nem egy iskolából, illetve egy iskolából, csak több településből jönnek majd a diákok. És ugye, velük fogunk itt örös terméket készíteni, amely egy szép, egy kapunk van, mert lesz, illetve kettő lesz. Az egyik az ott marad nálunk, a másikat pedig így fogjuk elkészíteni nálunk. Egy kérés lett volna az ottani igazgatótól, hogy az egyik az, hogy mivel Bocskai István nevét viseli ez a iskola központ, a kerti napon 11 óra magasságában lesz egy betérkedő. Bocska István életútjáról, életéről, és azt szeretne az ottani igazgató, hogy a mi iskolánkból is lenne egy csapat. És én nagyon szeretném ezt. Én annyit megvettem, illetve már mindenképpen szeretném, hogy lenne egy háromtagú csapatunk, aki ott részt vesz. Hát, hogyha nem, hogy nem akarjátok, akkor nem, de szerintem azért meg lehetne csinálni. Mi összeállítottam a Bocska István életéről egy három oldalas szöveget, illetve a prezentációt készítjük, hogy van-e kedvetek, vagy van-e vállalkozó. Egyszerűen csak kiosztanám, és azért hétfőig ezt meg lehet tanulni, megbeszélhetnénk azt, hogy ki mit tanul meg, és akkor hát mi is részt vennénk ezen a versenyen. Ha már egyszer ott vagyunk, nem csak ezen a versenyen kell részt venni majd, hanem a másik nap pedig egy órakor egy foci bajnokságot rendeznek, amire megint szeretettel várunk bennünket, tehát nem csak betélkedni kell, meg majd szánkózni, meg kirakulni, meg később nyilvánvaló azt, amiért megyünk, a papírt, hanem még foszizni is kell van, úgyhogy nem tudom, mi a véleményetek, hogy esetleg ebben részt szeretnétek lenni. Talán nem? Nem, de én ki szeretnék osztani ötöt, tehát hárman mindenképpen ő részt kéne ezen venni, kettő meg tartalék vagy kik azok, akik részt kívánnak ezen venni. István. A kis térképen egy virtuális utazást fogunk tenni. Hát a magyarországi területeket nem nyilasztam be, nem hiszem, hogy ez nagyon fontos lett volna, de mindenki nagyon jól tudja, hogy Debrecen irányába megyünk, és Árpádnál fogunk átmenni a határon. És igazából egyenesen nagyvállalatot, megyünk szépen sorban, csak elmondom, hogy merre megyünk. A nagyvállalatot érintve, ugye belépünk Románia területére, utána átmegyünk egy képekkel, látni fogjátok majd a Királyhágón, amelyből nagyon jól lehet látni magát az Erdélyi medencét, és vissza lehet tekinteni a magyarországi alföldre. Majd Kolozsvár érintésével, aztán meg fogjuk beszélni, hogy időben hogyan fér be, meg az időjárás hogy engedi, egy helyen azért mindenképpen meg kell állni, meg nyilvánvaló, hogy a két sofőr is majd el fogja mondani, hogy hol érdemes megállni, illetve hol kell pihenőt tartaniuk. Aztán Tordát érintve el fogunk érkezni Marosvásárhelyre, illetve Marosvásárhelytől, majd látjátok a prezentáción, 19 km-re található Nyáráczerra, amiben majd többet fogok majd beszélni, mivel az a célába másunk. És lesz egy olyan napunk, amikor majd, ez egy szerdai nap, ha jól emlékszem, bocsánat, csütörtök, de majd elmondom a programot is, amikor egy egész napos kirándulást fogunk tenni, Nyáráczerdától egy kicsikét keletebbre, Szobátát, vagy Kolondot, Békásszolost, vagy Gyilkost, olyan a képeket mutatok, hogy meg tudjuk tekinteni. Utána, hogyha lenne időnk, ugye, mert annyi minden van igazából ebben a, hát én csak úgy mondanám, hogy Tündérországban, amit meg lehetne nézni, és heteket, hónapokat lehetne elsétálni mindenfele. Csíksanyolról szeretnék egy-két gondolatot mondani majd Segesvárról, gondolom, hogy ez nem lesz számotokra ismeretlen. Majd Gyulafehérvár, illetve Vajdahunyad, Déva és Aradon keresztül visszatérnék a magyarországi területekre.
Mindenki nagyon jól tudja, hogy ugye, a Nagy-Magyarország területe az 310 négyzetkilométer volt. Ha összehasonlítjuk, akkor most Lengyelország akkora, mint akkora volt annak idején Magyarország. Ugye az első világháború után, 1920-ban megcsökkították a magyar területet, és oda csatolták a szomszédos országokat. Tehát ezzel kapcsolatban szeretnék én most egy kis előadást tartani nektek. Ez ugye elvileg ugye a román területek. Itt a megyerendszert láthatjátok. Nem tudom, hogy láttok-e, vagy hova álljak, hogy jobban lesz-e látni. A megyerendszert lehet látni, és nagyon jól lehet látni, hogy mekkora most ugye ez a 93.000 km² terület, illetve mekkora volt az a terület, amely ugye a kívánok Magyarországhoz tartozott. Csak gyorsan ismétlésképpen, ugye az erdélyi területekről van szó, tehát a román főleg majd megnézzük Székelyföldet és a többi részt. A Kárpát-alajai, tehát a Beregszászi részek, északkeleten, északon ugye a jelenlegi Szlovákia területen a felvidék található. A nyugatra megyünk az ausztriai területekre, ugye a burgenlandi területek vannak, majd ide tartozik még ugye a szlovén területeknél a Mura vidéke, tehát nyugaton vagyunk, délen pedig a Dráv vidéke és a Vajdaság található. Tehát ez mind magyar terület volt, és jelenleg is nagy számban élnek magyarok. Az olyan területen, tehát Magyarország területén 10 millió magyarság él, és az összmagyarosság az 15 millió, és ami körülöttünk van, tehát ha ránézünk a térképre, az majdnem 3,5-4 millió, ebből nagyon sok majd Székelyföldön, tehát Kovászna, Maros megye meg Tolna megyében talán beszélünk róla majd, illetve egy másfél, egy millió körülbelül él más területeken, tehát Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, illetve Ausztráliában, tehát még Európában is lehetünk tovább. Ezen a területen látjátok azt, hogy százalékos arányban főbe eredetítve, hogy igazából hol élnek koncentráltan magyarok. Lehet látni, hogy a határszélen, tehát majd fogunk átmenni Nagyvárad, Kolozsvár területén, illetve át fogunk menni egy bihar-hegységen van az Erdély-hegységen, és a középső része lehet látni az Erdély területeket,